Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részének 24. versétől figyeljünk a 28. versig. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Apollós személye nagyon kedves a számomra, és komolyan példát mutat. Kiváló szónok volt, odaadóan követte Jézust, tanítást kapott az Úr útjáról, buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította Jézusról szóló igéket. De hozzáteszi az író, hogy de csak a János keresztségét ismerte. És a példa igazából az, ahogyan folytatódik az ige, hogy amikor meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Kik vették maguk mellé ezt a komoly, kiemelkedő szónokot, aki nagyon jól tanította az Úr útjait? Hát ez a két kézműves. Akvilla és Priscilla, akik már mélyebben jártak a hitben, mert ugye Pállal együtt éveket töltöttek, vagy legalábbis hosszú időt, és sok mindenen átmentek, amit még Apollós nem ismert úgy. És ez a szónok kész volt leülni és meghallgatni Akvillát és Priscillát, sőt, elfogadni tőlük, hogy tovább vezetik a hitben. Testvéreim, nagy példa Apollós. Akvilla és Priscilla nem tudta volna úgy hirdetni az igét, és olyan módon tömegeknek bebizonyítani, hogy Jézus a Krisztus. Hol voltak ők Apollós személyiségétől, amiket itt is olvasunk? De Isten országában bizony mélyebben jártak. És most visszaemlékezem arra az időre, mielőtt az ébredés kezdődött Fóton. Én is olyan kedvelt szónok voltam, meg szeretett a gyülekezet, meg meghívtak máshova is, és aztán, mikor úgy ránk nehezettek dolgok, meg kerestük az utakat, akkor a csendes héten, ahova eljutottam, ott egyszer csak le kellett ülni a kis székre,
és nem volt könnyű. Figyeltem, hogy vajon most mit gondolnak rólam, vagy hogy is van ez. Egyik oldalamon egy szabadult alkoholista, a másik oldalamon valaki, aki kiáltott szintén ilyen szenvedély problémával, hogy Úr Jézus, segíts, mert szétesik a családom, én meg ott közöttük, a menő lelkész, és én voltam a legnyomorultabb állapotban. És akkor Isten embereken keresztül, ott szolgálókon keresztül, azt tette velem, mint itt Apollósa, Aquila és Priscilla. És nagyon mélyebb szolgálatra segítettek el. Tulajdonképpen akkor kezdődött igazán az Isten országáért való szolgálat útja az életemben. Nem akarom az előző utakat semmisíteni, és azokat, akik addig tanítottak, vezettek, de annyira ismerős ez, amiről itt szó van. És utána már könnyebb volt elfogadni, de úgy azért ez az önérzet, hogy most nekem mondják, ilyet mondanak, kritizálnak, pedig hát jót akartak. Olyan jó lenne ilyen alázatban járnunk, hogy Uram, ha te jobbra akarsz tanítani, akár olyan személyeken keresztül is, akiknek én hirdetem az igét, vagy pedig úgy tűnik, hogy hát én azt már mind tudom, akkor én szeretném elfogadni, hogy vezess mélyebbre, vezess tovább. Úgy legyen.